Hello, sziasztok! Üdvözlünk mindenkit a Check It Out mai adásába, és ismét egy Ki az a adás, akinek a mai vendége nem más, mint Kriszbó. Szervusztok! Kriszbó, kicsit beszélj nekünk magadról, és hogy mit kell tudni a nézőknek, hogy mivel foglalkozol, miket csinálsz, és ki is vagy te pontosan. Hát Kriszbó vagyok, szervező grafikus és képzőművész, és hát felmerült, hogy mióta foglalkozom ezzel, hát nagyon-nagyon-nagyon régóta, tehát én igazából képeket hozok létre kb. 2 éves korom óta, amióta ceruzát tudok fogni a kezembe. Tervezőgrafikusként dolgozom, ami azt jelenti, hogy amikor nem dinókat, meg szörnyeket, meg mindenfajta ilyen furcsaságot rajzolok, akkor logókat, kiadványokat, meg plakátokat készítek egyébként különböző megrendelőknek, és egyébként pedig folyamatosan rajzolok, tehát hogy ami talán egy ilyen signature dolog lehet, hogy én tényleg mindig rajzolok, mindig van nálam egy notes, mindig van nálam valamilyen rajztábla, amin dolgozom, vagy iPad, vagy mit tudom én, és mindig rajzolok, ez nálam egy ilyen évek óta tartó dolog, és hát amióta először elkezdtem rajzolni, azóta nem hagytam abba, és ez úgy tűnik, hogy most már egy is marad egy darabig még. Ezt úgy kell elképzelni, hogy bárhova mész, bármit csinálsz, van egy kis könyv füzet magaddal, és akkor rajzolsz, csinálod, már elég régóta, ugye? És így ez próbálom összerakni a képet. Ezt pontosan így kell elképzelni, tehát teljesen mindegy, hogy hol vagyok, vonaton, hével, mostanában elég sokat utazom egyébként, de Győrbe járok egyetemre, a Design Campusra, és ez például tök jó, mert ez egy másfél órás vonatút Pest és Győr között, amit bőven-bőven végig tudok rajzolni, úgyhogy igazából tényleg ezt így kell elképzelni. Én mindig ülök, rajzolok és készítem a képeket, és amikor nem esem, akkor meg valami logón dolgozom itt van. Úgyhogy ez igazából a látvány, amivel meg lehet engem ismerni az utcán. Az a műveges srác, aki rajzolna, az én vagyok. Egyébként, hogy Győrt említetted, nézegettem itt a honlapodat, aminek a linkje a leírásban, megtaláljátok. Láttam, hogy Sopronba is járt egyetemre, és igazándiból én soproni vagyok, szóval lehet, hogy találkoztunk az utcán, néztem nem a szemüveges srác ott a füzettel a kezében, és igazándiból, igen, erről egy kicsit beszélnél meg, hogy igazándiból, hogy míg eljutottál eddig a művészetig, az egyetemig, meg minden, hol határoztad az életedben azt el, hogy a művészetre fogsz így koncentrálni? Hát alapesetben én szentendrei vagyok, tehát szentendrén élek, hát alapesetben most éppen két lak, de egyébként szentendrei vagyok, ami egy elég szerencsés dolog, mert Szentendrén nagyon sok a képzőművész. Többek között az én édesapám is festőművész, és az édesanyám pedig múzeumban dolgozik, tehát tulajdonképpen a gyerekkoromnak a nagy részét tulajdonképpen két helyszínen töltöttem, a apám festményei között botorkálva, meg a Szentendrei Ferenci Múzeum padlóján, amikor vártam, hogy hallgattam anyukámnak a tálatkötéseit. Tehát igazából nekem ez a művészet dolog, ez sose egy ilyen távoli ügy volt, amit valakik csinálnak, hanem hogy ez mondjuk a mindennapoknak a része volt. És valószínűleg ez is kellett ahhoz, hogy ezzel kezdek el foglalkozni, de azt viszonylag hamar eldöntöttem, hogy nem akarok kizárólag képzőművészettel foglalkozni, mert azért nyilván apámon keresztül láttam, hogy ez egy viszonylag nehéz kenyér, tehát mondjuk lehet, de nem gyakori, hogy az ember a CBA-ban tud olajfestménnyel fizetni a kenyérért. És akkor arra gondoltam, hogy valami olyasmivel szeretnék foglalkozni, ami amellett, hogy valamilyen módon kapcsolódik a képzőművészethez, van egy ilyen probléma megoldó jellege is, mert azon túl, hogy az ember kap pénzt a grafikáért, az tök jó, hogy a problémákat old meg, és így döntöttem el, tervező grafikus leszek. De mivel szentendrei voltam, és minden ismerősöm, meg barátom a momére, meg a képzőre ment, ezért elhatároztam, hogy én ritig nem oda fogok menni, mert hogy az volt egy felütés, hogyha az ember leszúr egy körzőt Szentendéről, akkor a lehető legtávolábbi Magyarországi Egyetemre akartam menni, ahol művészetet oktatnak, azért, hogy minél több új inger, meg új ismerősök, meg új környezet érjen, és így keveredtem Sopronba, ahol az Alkalmazott Művészeti Intézetben csináltam meg a tervezőgrafika szakot. És amikor elvégeztem a BA-t, akkor, és elkezdtem grafikusként dolgozni, akkor úgy voltam vele, hogy tök jó, akkor most megvan az egyetemnek az első fele, de ki akartam magamat próbálni a munkában is, amikor tényleg 100%-ig a tervezéssel foglalkozom. Egy pár év kihagyás után pedig visszamentem az egyetemre, mesterképzésre, immáron Győrbe, ahol ugyanaz a szak hasonló tanári karral szintén tervező grafika szakon dolgozom most, és hát igazából mondom azt, hogy ezzel fogok foglalkozni, meg ez érdekel, az mondjuk így lángbetűkkel volt az égre írva, tehát hogy semmiféle más dolog nem érdekelt, és ezt tényleg úgy képzeld el, hogy a gimnáziumban, amikor összerajzoltam a saját padomat,
akkor utána a rajzaim így átcsúsztak a szomszédomnak a padjára, és akkor, amikor behívták mondjuk apámat, hogy hát valamit kezdjünk ezzel a helyzettel, akkor apu megnézegette a rajzokat, és akkor azt mondta, hogy hát jó, hát látszik, hogy fejlődik a gyerek grafikában. És akkor például apámat többet nem hívtak szülői értekezletre, de hogy ez nálam ilyen egyértelmű volt, tehát nem is volt kérdés az, hogy ezzel fog foglalkozni. Hát én a tanárhelyben fogtam volna azt a padot, aztán levettem volna a keretről, és eltettem volna emlékbe. Szóval... Tényleg lemosatták. Képzeld el, hogy lemosatták azt a padot, úgyhogy... Nem értenek a művészethez. Egyébként akkor ez talán ilyen első kiállításod volt az iskolában gyerekként, de ha jól tudom, rengeteg egyéni és csoportos kiállításod is volt, sőt, külföldön, belföldön, és mint szervező is részt szoktál venni ilyen eseményeken. Így van, így van. Hát ugye mondjuk a művész családnak, vagy a művész életnek a másik ilyen következménye, hogy rengeteget jársz kiállításokra. Tehát mondjuk a bor meg a pogácsa hangulata, ahogy állnak így emberek a kezükben a kis bor, akkor ez így megvolt nekem gyerekkoromtól, tehát elég sok időt töltöttem megnyitókon. Sőt, olyannyira, hogy amikor ilyen pár éves voltam, de tényleg ilyen pár, most nem akarok hülyeséget mondani, hat valahogy így, tehát hogy ilyen tényleg ez a korosztály, mert akkor pingáltam otthon a papírokra, és akkor anyukám még tök aranyosak voltak, kirakták a képeket a házunknak a falára, és meghívták a szomszéd gyerekeket, hogy nézzék meg, hogy mit festett a Gergő, hát nyilván ez egy ilyen megnyitó, vagy nem tudom, még megnyitó szöveget is mondott anyukám, egyébként valahol megvan a leírat. Nyilván a gyerekek azok a fontáért jöttek meg a pogácsáért, mint ahogy egyébként azóta is csak azért járnak az emberek kiállításra, de hogy ez volt az első ilyen dolog, és egyébként valóban én elég sok kiállításon veszek részt, elég sokat szervezek, én nagyon hiszek abban, hogy a művész lét, meg az alkotó tevékenység, ez nem merül ki abban, hogy a műtermem LED lámpái fényébe burkolózva képeket hozok létre, és akkor itt távolról így dobálom így a közösség felé, hanem én azért nagyon hiszek abban, hogy a művész lét az egy közösségi dolog, aminek része a kiállításokon való részvétel is, meg része a kiállítások szervezése is. Tehát elég sok csoportos kiállítást szervezek, most a legutóbbi sorozat az Inktober kapcsán volt, azt már harmadik éve csinálom, hogy összegyűjtök pár alkotót magam köré, és akkor közösen megcsináljuk az Inktobert, és akkor abból készül a csoportos kiállítás, ez most éppen egy vándor kiállítás egyébként, már két helyen állítottuk ki ez a tavalyi anyagot, úgyhogy úgy tulajdonképpen igen, én elég aktív vagyok ebbe a dologba, hogy szervezés, meg kiállítások, meg ilyesmi, szóval ez nagyon fontos. Nem is csak azért, hogy lássanak, hanem hogy te is láss másokat, tehát hogy ez egy kis kurzus, egy beszélgetés, ez nekem nagyon fontos. Egyébként ez a pogácsás, fantás, kórás dolog, ezt így átérzem, mert nekem nagypapám festőművész, és benne van egy ilyen festőkörben is, volt neki is egyedi kiállítása, egyéni, meg közös kiállítása Sopronban is, és egyszer elmentem. Egyébként az a feeling volt nekem, hogy gondolkodtam rajta, hogy hogyan illik menni egy ilyen kiállításra, mert még nem voltam először, és egyébként én kaszinó menedzserként dolgozok, szóval lekaptam egy öltönyt a fiókomból, tehát a szekrényemből, és elmentem a kiállításra, majd akkor vettem észre, hogy ez nem is olyan szorongós, tehát ott nagyon sok fiatal volt, nagyon sok idősebb korosztályból festők, csak nézelődők, tehát először mindig attól féltem, hogy egy kiállítás, mind a filmekben látott, hogy mindenki öltönyben van, nézi fél órán keresztül a képet, milliók pörögnek a háttérbe. Volt bennem egy ilyen kis korlát, hogy elmerjek menni, de elmentem, és tényleg ez a kis pogácsa, kis beszélgetés, megismersz más festőket is, egyébként nem csak festőket, tényleg nagyon-nagyon tetszett nekem is, csak hát nagypapámnak a festő művészete nem az én stílusom. Mm. És hogy most nézegettem ott mögötted azt a képet, erről jut eszembe, hogy... Ja, ezt? Igen. Az egy Kriszbó, remélem. Nem, kérlek szépen, ez nem egy Kriszbó, ez az egyik mesteremnek a képén, van egy pár művész, akit ilyen alaphivatkozási pontnak tekintek, ez például Orosz Istvánnak a plakátja. Elképzelhető, hogy ismerhetik sokan a nevét, a rengeteg, mondjuk Magyarország, hogy is mondjam, Magyarország plakátművészetének az egyiken álló csillaga, tehát hogy ő az egyik legfontosabb magyarországi plakátművész, és nagyon szerencsés vagyok, mert az István tanított az egyetemen, úgyhogy jó viszonyban vagyunk, és hogy több képe van itt elszórva a lakásban, mert szeretem őket nézni, mert mindig arra emlékeztet, hogy még mindig van magasabban, mindig lehet továbbra lőni. Ez egy jó cél, ki van tűzve, hogy
hogy haladsz a célod irányába, és mindig vannak még ötletek, és akkor, hogy még lehet fejlődni. Egyébként vannak most olyan projektek, amin éppen dolgozol? Mutathatnál így párat, hogyha... Hát a... Ami most sok mindent csinálok igazából, egyrészt most az egyetem elég sok erőforrásomat elveszi, de szerencsére elég jó fej a tanári kar, és csupa bolond dolgot meg tudok csinálni, meg csupa érdekes, hogy ilyen tudok egyszerre dolgozni. Most éppen ilyen egy teljesen fiktív vallást találok ki. Annak a szertartás rendjével, meg minden ilyen lényével együtt, ilyen ez is egy ilyen furcsa projekt lesz, mert befejezem, akkor biztos meg fogom osztani mindenhol. Meg dolgozom az épp aktuális noteszemen egyébként, ez is egy ilyen folyamatosan futó dolog, meg rengeteg grafikát készítek, tehát sok projekt van. Mi körülbelül olyan 5-6 dolgon dolgozom egyszerre mindig, és ez nagyon jó pofa. Mit szólna, hogyha nézőnknek bevágnánk egy ilyen kisebb jelentet így a műveiből? Tök jó csináljuk. Na. Akkor nézzük meg együtt. Ezek nagyon tetszettek ezek a képek egyébként, és még jobban tudatosult bennem, hogy mindenképpen szeretnék én is egyszer a falamra, mondjuk nem ide, hanem az új házba, ami hamarosan kész lesz, és lesz saját irodám, egy kriszbót, és nézegettem mindig a honlapodat egyébként, és sose találtam meg úgy igazán, hogy hogyan lehetne vásárolni egy festményt, egy alkotást tőle, de kicsit segíts ebbe, hát ha mást is érdekel most így a nézők közül. Alapvetően ugye az a helyzet, hogy klasszikusan az a menetrend, hogy az embernek vannak készen printjei, azok fel vannak rakva egy shopba, aztán leütődve van belőle, mit tudom én, 10 darab, és akkor egyet hazavihetsz. Na, nálam nem ez van. Az a helyzet, hogy én nagyon hiszek a személyes kapcsolatban, tehát amikor egy képet adok el, akkor minden esetben személyes megkeresés szokott történni, kiállításon, rám írnak e-mailben, tehát például ez egy járható út, írsz egy e-mailt, és akkor közösen kitaláljuk, hogy melyik az a meglévő képek közül, ami még megvan, és amit szeretnél a faladra. Ez egyik út. A másik pedig, amin az utóbbi időben kezdtem el elsősorban dolgozni, és megint csak a személyességnek a logikája mentén, hogy szinglé nyomatokat készítek, aminek az a menete, hogy te mondjuk megkeresel azzal, hogy figyelj, van egy ekkora falfelületem, szeretnék ide egy képet. És akkor közösen kitaláljuk, mondjuk lehet látni, körülbelül milyen típusú képeket készítek, közösen kitaláljuk azt, hogy milyen kép lenne a legjobb a te faladra, mik azok a dolgok, amik a legjobban tetszenek mondjuk a munkáimban. És tulajdonképpen elkezdünk együtt dolgozni egy grafikán, aminek a végeredménye egy tényleg valóban egy kép lesz, amiből egy darab nyomat készül, egy darab zsiklé nyomat. A zsiklé az egy nagyon magas minőség, sőt, ilyen top minőségű nyomdai eljárás, kimondottan művészeti nyomatok létrehozására. Elég nagy méretbeli lehetőségek vannak, tehát mondjuk a 50x50-től a 200x200-ig elég széles a skála, és akkor tulajdonképpen ez egy olyan print lesz, amiből egy darab készül a bolygón, aláírom, hogy 1/1, alá van írva, hogy Kriszbó, és akkor lehet tudni azt, hogy ez olyan mű, ami rád van szabva, ami neked készült, ami közösen készült veled, és csak egy van belőle a bolygón. Én pedig garantálom, hogy soha többet senki azt a képet nem tudja megvenni, megvásárolni, a falára akasztani, mert csak egy készül belőle, és hát ismerve mondjuk a zsiklé nyomásnak a technikai paramétereit, ez a 3-400 évre garantált, nem fog kapulni, meg tönkre menni, meg nem tudom, tehát ez egy kimondottan, ez egy műtárgy lesz, ami veled együtt készül, a tiéd, és csak egy készül belőle a bolygón. Tehát akkor ez igazándiból
szívvel, lélekkel készül, és a maga a megrendelővel együtt. Tehát nem az, hogy tömeggyártás van, van. Ott egy csomó kép, vedd meg, amelyik tetszik, hanem inkább belemész abba, hogy amikor elkészül ez a mű, és kiteszi a megrendelő a falára, akkor a megrendelő, amikor nap mint nap ránéz arra a képre, akkor nem csak azt látja, hogy ez egy kézbó mű, hanem látja benne saját magát, hogy én is benne vagyok abszolút a műben. De ez nagyon érdekes, ilyen típusú dolgok voltak például, hogy volt egy nagyon kedves házaspár, ők akkor költöztek Szentendrére, rendeltek tőlem egy ilyen képet, és akkor ők azt kérték, hogy rajzoljam rá őket is, mint kedves szörnyecskéket, ahogy megérkeznek Szentendrére. És akkor például ott van egy kép, egy városkép, ők nagyon rápörögtek ezekre a városképeimre, és akkor tulajdonképpen a kép egy pontján látszott a két figura, ahogy érkezik Szentendre felé. És akkor ez egy olyan dolog, hogy nem egy konfekció képet kapsz, hanem valami olyasmit, amire el tudod mondani a barátaidnak, magadnak, mindenkinek, hogy igen, ezt közösen csináltuk, én is rajta vagyok valamilyen módon. Ez a mi képünk volt, közös a Kriszbóval. Én ebben sokkal jobban hiszek, és sokkal jobban szeretem, mint azt, hogy van egy grafikám 1000 példányban kinyomtatva, és akkor vidd haza, mert hogy nem tök jó, de hogy meg biztos, hogy nem tudom, jobban lehetne vele keresni, de hogy engem az annyira nem pörget, hanem sokkal inkább az érdekel, hogy ez egy személyes dolog legyen, egy olyan, ami neked is érdekes. Megint csak egyébként a valószínűleg ez a szervezősdi az, ami ebbe visszajön, hogy én nagyon hiszek ebben a két irányú kommunikációban, hogy a művész nem egy olyan személy, aki így elbújva a kis nem tudom mi termébe dolgozik, hanem ez egy beszélgetés, egy kapcsolat, lehet kérdezni, találjuk ki közösen. Tehát én ezt nagyon szerettem, vagy nagyon hiszek abban, hogy ennek van értelme. Szerintem ez a gondolkodásmód, meg ez a kreáció sokkal jobban értéket ad egy ilyen műalkotásnak is. Szerintem ez adja talán az igazi értékét, hogy amikor ez elkészül, ez szívvel, lélekkel, közösen, tényleg egyedi, nem az egy az 500-ból, és ez tényleg, nekem ez nagyon tetszik. Szóval, ha valaki szeretne egy ilyet, akkor fölmegy a honlapodra, ugye, ennek a linkje a leírásba, és akkor itt nekem meg van nyitva, és látom, hogy telefonszámodtól elkezdve az e-mail címedig megvan adva minden, tehát egyszerűen föl lehet téged hívni, írni egy e-mailt, tényleg, és meg lehet veled akkor ezeket így beszélni. Na, ez nagyon tetszik. Egyébként most, hogyha így erről beszélünk, látom, hogy ugye megbeszéltünk is róla, hogy vannak digitális alkotásaid is, vagy pedig az alkotás, amiket megrajzolsz, digitális változatban is elérhetőek. Na most akkor felteszem a kérdést neked, hogy hallottál már az NFT-kről? Hogyne, ez a, mondjuk ahhoz egy kő alatt kell lakni, hogy az ember ne halljon róluk igazából. Ez NFT dolog, ez egy szám... Én azért elég, hogy is mondjam, én fiatalnak gondolom magamat, a magam 33 évével, de hogy az NFT volt az első olyan művészeti dolog hosszú idő után, amikor hogy azt gondoltam, hogy fú, hát én ehhez már öreg vagyok, akkor nem tudom, tehát olyan hirtelen. Jött aztán persze picit jobban belástam magamat, foglalkoztam vele egy picit. Nagyon érdekes, tehát hogy nagyon izgalmasnak tartom azt a fajta problémakört. Probléma szót használok, de inkább azt a fajta vitát, ami kialakul mondjuk az eredetiség kapcsán. Ezt tök izgalmasnak tartom, hogy eddig azért ez viszonylag egyszerű dolog volt, hogy ha készítek egy festményt, akkor az eredeti tök jó. Ha készítek egy digitális nyomatot, akkor ott már elkezdett billegni a dolog, hogy akkor most a mi az eredeti a print, a file, a hány, szóval, és akkor még egyet csavar rajta ez az NFT, félelmetesen izgalmasnak tartom. Tehát, hogy ez nagyon érdekes ügy, és látszik az igény, hogy akar valamit a digitális generáció, ami eredeti. Az eredetiségnek az érzését a digitális nyelvre fordítani, ez félelmetesen izgalmas szerintem. Egyébként visszatérve az NFT-re, ahogyan elkezdtem az egész mondókámat, tényleg nagy lehetőség van benne, csak ugye, hogyha már elkezdesz indulni abba az irányba, tehát azért tartod magadat öregnek, egyébként annyi idős vagy, mint én, tehát most mind a ketten öregek vagyunk, csak egy fiatal testbe elbújva, és én azt mondom, hogy ha már belefolyik valaki az NFT világába, akkor már kell egy ismerettel rendelkezni a kriptovalutákról is, hiszen hogyha már NFT, akkor ugye ez egy non-fungible token, nem helyettesíthető token, akkor azt már kriptovalutákért szemben értékesíted, ami nem csak az, hogy tudnod kell, hogy mi rendelkezett kell egy tárcával, így vagy amúgy, ami kicsit bonyolult lehet így kezdésnek, viszont az NFT világban az alkotásaidat még több emberhez el lehetne juttatni szerintem,
így mivel egy online értékesítés, de nem úgy, hogy tömeggyár, hogy itt van ebből 500 darab, hiszen a világ bármely pontján meg tudnák így már vásárolni, de hogyha például értékesítesz, tehát hogy melyik az eredeti, ugye jött ez a kérdés, hogyha egy NFT formájában értékesítesz egy alkotásodat, és mondjuk ugye az annak meg tudod adni, hogy ebből például csak 2 példány van, vagy 3, és hogyha még a leírásába azt is hozzáteszed, hogy ebből 3 van, amiből választhatod, és vagy, hogy megkapod az NFT fájlt magát, tehát a tulajdonjogát annak a festménynek, és ha szeretnéd, azért mondtam, hogy és vagy, akár a kinyomtatott vagy festett verzióját is megkaphatja az ember, hiszen a tulajdon az övé. Tehát, hogy tehát erre mit gondolsz, hogy ez milyen így jövőben, hogy ilyen dolgokat lehet csinálni, az eredetiségét NFT-ként le lehet védetni, marketplace-ekre föltölteni. Mit gondolsz erről? Bonyolult? Nem tartom bonyolultnak, csak lenne érdekes, szóval, hogy jelenképp, tehát én filozófia oldalra közelítek hozzá, és hogy ez a szó, hogy eredeti, ezért ez egy emberiséggel egyidős problémakör. Nem tudom, ismered, de van egy ilyen történet a Tézeusz hajójának a problémakör, nem tudom, megvan-e. A Tézeusz hajója, ez egy nagyon fontos hajó, millió-millió mítosz kötődik hozzá, és akkor tulajdonképpen a példabeszéd szerint Tézeusz hajóját berakják egy múzeumba. De ahogy Tézeusz hajója ott van a múzeumban, időközönként ugye elkezdenek tönkre menni az alkatrészek, egy-egy deszka elrohal, tönkre megy, stb. Ezeket az elemeket kiveszik belőle, és újabb deszkákkal kicserélik ezeket az elemeket. De egy nagyon ravasz ott dolgozó valaki a hajóból kivett darabkákat elkezdi félrepakolni és gyűjteni egy dobozba. És hogy ahogy telnek az évszázadok, és egyre több és több darabot szednek ki a hajóból, és cserélik ki új darabokra, úgy gyűlik a másik dobozban a törmelék, tehát a kivett hajódarabok. Majd utána összerakják, mikor már végül semmilyen darab nem marad az eredeti hajóban, ellenben a doboz megtelik, akkor összerakják Tézeusz hajóját azokból a darabokból is. És a kérdés az, hogy melyik Tézeusz hajója? Az, amiben kicserélték a darabokat, de ott van a múzeumban, vagy a másik, amit összeraktak a kivett darabokból, illetve hogy mi az a pont, amikor, ha valamelyik eredeti, akkor melyik az a pont, ahol az egyik átváltozik a másikká. Na most az eredetiség problémaköre szerintem ez itt az NFT kapcsán ezért egy elképesztően érdekes dolog, melyik az eredeti, hogyan van ez, de az például, hogy lehetőséget ad a szoftver arra, vagy a rendszer arra, hogy te tulajdonképpen printet is rendeljél egy digitális eredetihez, az például szerintem feloldja a problémát, mert akkor majdnem, hogy tök mindegy, mert a vásárló eldönti, hogy számára melyik az eredeti, a fájl, amit NFT-ként birtokol, vagy a print, ami az NFT-vel együtt érkezett hozzá a falra. De hogy mondom, nekem ebben az egész dologban ez az érdekes, ez a problémakör, hogy az eredetiség fogalma hogyan változik meg a technológiával párhuzamosan. Ez talán nagyon érdekesnek tartom, nagyon, nagyon, nagyon izgalmas jövő felé vezet ez a dolog. Ezért mondtam én is azt, hogy igazán sok, sok műalkotó megcsinálja az alkotását, aláírja, te is mondtad, hogy 1/1, abból soha többet nem lesz semmi, tehát akkor teoretikusan ebben az esetben, amikor fizikális dologról beszélünk, az az eredeti. De amikor valaki már valamit digitalizál, és erre mondtam ezt az ötletet, hogy meg lehet adni, hogy meg tudod venni a magának a képnek a tulajdonjogát, ez egy ötlet, és akkor igazándiból a képet fizikálisan és digitálisan, mint NFT is birtokolod. Szóval, hogyha már egy ilyen irányba elmegyünk, el lehet menni, akkor tényleg baromi jó dolgokat össze lehet hozni ezzel a mai technológiával, mert egyébként a maga az NFT az annyira részrehajló, hogy vannak olyan dolgok, hogy ugye vannak a digitális alkotások, amilyen kollekciók, akkor vannak már játékok, amik NFT-re épülnek, akkor szerződések, mondjuk egy lakásnak a tulajdonjogát is lehet NFT-síteni, tehát akkor nem egy alkotást veszel, hanem egy szerződést, amit nem lehet megváltoztatni, és el lehet küldeni egy harmadik félen keresztül. Harmadik fél nélkül egy az egybe. Tehát én megveszem a te lakásodat, itt a szerződés, és egy okos szerződés alapján átcseréljük. Tehát ugye ilyenkor jön létre az, hogy okos szerződések vannak, amikor egy marketplace, ahol lehet árulni mondjuk a digitális alkotásokat, ott nem kell egy tárlatvezető, aki bekísér, akkor tőle megveszed, akkor leemeli a falról, te mondjuk elmész Ibizára nyaralni, Horvátországba, tök mindegy, vagy a Balcsira,
és akkor, akkor ki van téve neked a galériába egy festményed, akkor ott a tálatvezető megmutatja az embereknek, ő meg szeretné venni, akkor leakasztja a falról, akkor írnak róla egy adásvételi szerződést, így úgy amúgy egy nagyon bonyolult folyamat, majd utána neked elküldik a számládra a pénzt, és akkor, és ezt, hogy egy NFT formájában meg lehet oldani, 2-3 kattintással, és akkor hú, tehát ez a téma annyira nyitott még, és annyira új, és annyira érdemes meglovagolni. És, hogyne, és, hogyne. És látom, hogy te is nyitott vagy rá, és nagyon. Kicsit spoilerezzünk a nézőknek, hogy lesz valami a levegőben, hogyan fogalmazzak, szóval lesz Crisbo, NFT, hasonló közreműködés velünk, valami ötlet. Úgyhogy mindenki, akit érdekel, ilyen formában is, az legyen türelemmel, és várja ki, hát ha kitalálunk valami szuper megoldást. De addig is, aki szeretne, mondom, a falára egy Crisbot, mint én, az fölmegy a honlapra, és akkor meg tudja nézni az árakat, fel tudja hívni Crisbot, személyesen megbeszélni, találkozni, ugye? Tehát én mondom helyette nyugodtan. Abszolút, nem, abszolút, nem, abszolút. Jó. Érdemes egyébként felszaladni az Instagramomra, azért ott elég sok minden van. Valószínűleg onnan fogom belinkelni ezeket az információkat is, de hogy igazából mindenre hallgatok, tehát Instagramon, Facebookon, személyesen, e-mailben, telefonon, nyugodtan keresetek meg. Képzeld el az Instagramra visszatérve, aminek a linkje szintúgy benn van a leírásban. Tegnap este ugye meséltem az asszonynak, ő ugye nem beszél magyarul, csehül beszél csak, mert egyébként én Csehországban élek. Elküldtem neki az Instagramodat, mert nagyon izgatott voltam ezzel a beszélgetéssel kapcsolatban, mert én is egy rajongó vagyok egyébként. És azt vettem észre, hogy este, amikor fekszünk az ágyba, Instagramon így a te képeidet nézegeti. Tehát tényleg, nézem... Elnézést kérek, biztos vagyok benne, hogy sokkal jobb programok is vannak esténként az ágyban, mint a képeim. Ez jó, ez tetszik. Úgyhogy igen, szóval Instagram érdemes megnézni, nagyon sok régebbi, újabb, láttam, ugye ha jól emlékszek, vannak olyanok is, hogy egyik az a kép, és hogyha elfordítod, akkor éppen hogyan készült a... Igen. És sok, nagyon sok ilyen, megint csak ez a nyitottság, meg ez a kommunikáció, nagyon szeretem megmutatni, hogy hogyan készülnek a képek. Tehát, hogy amikor a mit tudom, pandémia volt, akkor ilyeneket csináltam, hogy ilyen 3 órás monstret streameket celebráltam Facebookon, ahol tulajdonképpen ebbe a piros noteszbe rajzoltam, és akkor tulajdonképpen, ahogy készültek a művek, azokat elejétől a végig meg tudták nézni a nézők. És akkor igazából itt volt ez a kép például, de ha bekövettek Facebookon, akkor ott fent van a streamek vagy a videók között az, hogy hogyan készült, és akkor közben végig beszélek, meg mesélek dolgokat, meg hogy mit csinálok, meg mit tudom, és akkor közben készül ez a kép. De akinek nincs olyan hozzá türelme, hogy 3 órát végignézzem, amit egyébként teljesen megértek, akkor a YouTube csatornában pedig fent van gyorsítva 5 perc, vagy 3 percbe sűrítve valami a zenei aláfestés, sem legyen time-lapse videó. És akkor ilyet csinálok digitálisan is, megcsinálok analóg, tehát festmények esetében is. Egyébként ez mindig érdekelt engem, és amikor látok egy képet, amikor elkészül, én egyébként nagyon szeretem az ilyen szürreálisabb dolgokat, és ezeket az inkes stílusokat is, ez a fekete és fehér szemmel világító szörnyecskék, meg minden. És ugye ez az én, így, talán így az ilyen ízvilágom a művészet terén, és mindig érdekelt, hogy hogyan készül egy ilyen mű. Tehát tényleg, amikor meg tudod nézni, hogy az alkotó az első ceruza vonás, vagy ecset vonás után hogy jut el ahhoz, hogy elkészüljön egy kép, engem mindig érdekelt. És ugye mondtad, persze nyilván 3 óra valaki, amikor nézi, akkor aki tényleg nagy művész, és nézi, és nézi, és nézi, de hogy aki utólag akarja megnézni, 3-5 percből összesítve hatalmas ötlet egyébként, és megnézegetni, tényleg hogyan készült. Főleg, hogyha pont az készül, ami a te faladon fog lógni, akkor mindenképpen érdekes. Egyébként. Digitális képeknél egyébként, tehát ha mondjuk rendelsz egy képet tőlem, vagy van egy ilyen dolog, hogy kitalálunk valamit, akkor jó eséllyel az a kép olyan eszközzel készül, ami rögzíti a rajzolást. Tehát, hogyha megveszel egy képet, akkor nem csak a képet kapod meg, hanem megkapod a videót is, ami rögzíti, hogy készült a mű. Minden wow. esetben. Wow. Tehát, hogy látod az egész folyamatot, hogy hogyan rajzolta végig a Crisbo a 2000 darab cselepet, mert hogy megvan maga a rajznak, a rögzítésnek a folyamata.
Ez tényleg érdekes, tényleg érdekes. Örültem egyébként, hogy tudtunk így beszélgetni, és féltem attól, Én is, hogy köszönöm. Nem fogom találni a helyemet, mert annyira nem vagyok képben a művészetben, mint kéne. De tényleg, ilyenkor megint arra jöttem rá, hogy nem szabad szorongani, meg feszengeni. El kell menni egy kiállításra, lehet beszélgetni, hiszen olyan témák vannak, ami mondjuk neked lehet érdekes, olyan, ami nekem lehet, vagy én nem ismertem. Szóval én mindig azt ajánlom mindenkinek, hogyha láttok valahogy egy kiállítást, akár Kriszbó, akár milyen kettes, menjetek el nyugodtan. Neked pedig nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ide hozzánk a csatornára, és beszélgettünk egy kicsit. És akkor merem állítani, hogy köszönöm. Remélem hamarosan még találkozunk így akár a nézőkkel is, közösen. Biztos vagyok benne. És akit érdekelnek az alkotások, mondom, lent a link, nézegessétek meg YouTube, Instagram, honlap, talán még Pinterest-tel is van, ha jól emlékszem. Minden. Minden. Na jó, talán pont azt talán azt már abba hagytam egy ideje, de minden is van. Twitterem nincs, de majd még az is lesz egyszer. Akkor az én Twitteremet kattintsátok Kriszbó mellett, és találkozunk hamarosan a következő videóban. Addig is, sziasztok! Ciao. Szervusztok! Sziasztok!